Na és akkor hosszú kihagyás után jöjjön egy kis levelet kaptam live! És ezek tényleg itt vannak hónapok óta, elnézést, hogy nem bontottam ki őket, de ugye mindenfelé voltunk a világban, és nem volt rá idő. És azt is tudom, hogy hónapok óta nem lehet újabb csomagokat küldeni, mert kiszedtem a videó leírásába, hogy hova lehet ezt most pótlom, szóval, hogy újra... de el fogom felejteni. Remélem nem fogom elfelejteni. Na mindegy, kezdjük ezekkel, Tóth Kristóf, Székesfehérvár. Ez én vagyok. Kicsit meleg van itt lent a stúdióban, szóval az helyzet, hogy nincsen berakva klíma, mert egyrészt arra gondoltam, hogy nyáron úgyis kint fogok forgatni, másrészt meg amúgy sem olyan sokat, mert hogy a nyáron azért kevesebb adás készül el, de ez van, hogy megbosszulja magát, szóval most jelenleg 31 fok van ide lent. És meghaladja az egyik képességemet egy levél kibontása. Kedves Saba, valószínűleg már számtalan nézői levelet kaptál arról, hogy milyen meghatározóak, inspiratívak az általad készített napi vlogok. Igen, de nagyon köszönöm, mindig baromira jól esik. Pozitív életszemléleted mellett a videóidban megjelenő témák is inspirálnak minket. Kora 20-as éveinkben járó egyetemisták vagyunk, ezért gyerekkorunkban adódóan megkerülhetetlen számunkra az éghajlatváltozás problémája. Ó, csak nem! Ááá, de jó! Hát ezt már rég meg kellett volna rendelnem, csak mindig elfelejtettem, és most végre megjött. De jó, hogy ilyet csináltatok. Gain Webshop csapata. Figyeljetek, tudjátok mi ez? Mutatom, hogy mi ez. Ez egy újra tölthető, hogy nyílik ki? Ez egy, minden valahogy rá, ez egy újra tölthető így nyílik, újra tölthető kávéfőző kapszula, hát ez nagyon jó, különböző méretekben attól függően, hogy éppen milyen kávét használtok. Újra tölthető kávékapszula, rozsdamentes acéltetővel, Nespresso kompatibilis, csak fogjátok az őrölt kávét, berakjátok, és hogyha van ilyen kapszulás kávéfőzőtök, aminek nyilvánvalóan van egy csomó előnye, mert gyorsan elkészül a kávé és finom is, akkor nem kell minden alkalommal kidobni a kapszulát, hanem itt a megoldás. Figyeljetek, ennek nagyon örülök, és gratulálok, hogy ilyesmivel foglalkoztok. Ó, várjatok, és kaptam még egy táblát is. Hoppá! Oda nézzetek! Nem kell a tökéletes, elég a jó is, ez megvan? Ezt ugye Körösi Balázs mondta, oda is van írva a neve. És ha van bárki, aki nem tudná, hogy ki ez a Körösi Balázs, szóval, hogy nála voltam Gran Canarián, neki van egy saját hegye, csak egy farmot akart venni, és övet egy saját hegyet, és nála voltam nemrég körülbelül 2 hónapja, vagy mennyi idővel ezelőtt, amikor is egyrészt megnéztem a csodálatos farmját, másrészt megnéztem az egyik csodálatos apartmanját, ami az óceánra néz, és úristen, de jó az a hely. Azt egyébként belinkelem a videó alá, szóval továbbra is lehet bérelni ott apartmanokat Balázsnál, meg fel lehet vele venni a kapcsolatot, fantasztikus ember, és ő volt az, aki ezt a mondást elmondta, nem kell a tökéletes, elég a jó. Hát köszönöm, figyelj, ez a kapszula, meg ez a tábla, meg ez, hát nagyon, nagyon örülök. Ez valahonnan Győrből jött. Részszínház nagykövete voltam. Igen, szóval én színjátszóztam gyerekkoromban, ilyen 12-től 18 éves koromig talán, csak így nagyságrendileg, és ott volt egy színjátszós társam, Bala Ricsi, aki aztán felnőve létrehozta a Rév Színházat, amiben hát különböző hátrányos helyzetű gyermekeknek próbálják elvinni a kultúrát az ország különböző szegleteibe, és ilyen nagyon-nagyon kevés pénzből működnek, de azt is elvonták tőlük nyilvánvaló módon, és akkor gyűjtés rendeztek, és én is beszálltam ebbe a projektbe, mert azt gondolom, hogy a kultúra terjesztése az nagyon-nagyon fontos, és kaptam egy ilyen nagykövet táblát, ezt köszönöm szépen! Tóth Dániel, Budapest! Digitális nevelés, utikalauz, internet, videójátékok és okoskütyük útveszély. Ez jaj, de jó, ez arról szól, hogy hogyan becsesszük el a gyerekeinket mindenféle kütyüvel. Mi mondjuk alapvetően nem nagyon adjuk oda nekik, de előbb-utóbb ez elkerülhetetlen lesz, úgyhogy ez egy kétrészes könyv, ez biztos segíteni fog nekünk. Köszönöm szépen! Monár Péter, Budapest, úgy nézem, ez Dóra kibontotta. Ez a Spirit Bullshit első 7 éve, meg amik eszembe jutottak. Egy újabb könyv! Monár Peti az építőipar és a hétköznapok világából elcsend pillanatokat megfűszerezi saját hülyeségeivel, iróniával, sőt helyenként cinizmusával. Bár szerintem sose írja komolyan, amit a képek alá bígye, ezt az ez a Spirit Bullshit-ek mégsem mindig árak olyan távol az igazságtól. Képek, ha jól értem, különböző izgalmas és meglepő pillanatokat elcsípve. Nagyon köszönöm! Blinszky László, törékeny. Mikor adtad fel? Úristen, május 4-én, tényleg annyira szégyellem a pofám, elnézést, de nem történt el azóta se. Szóval, hogy én nagyon vigyáztam rá itt a stúdióban. Bocsánat. Mi ez? Úgy láttam, hogy lett egy címerem. Hát figyelj! Woodfrog Béti, akkor ezt gondolom saját kézzel készítetted. Na figyeljetek, eljutottunk ideig, van már egy saját címerünk is. Nagyon szépen köszönöm! Figyelj, hogyha... Szóval, hogy... Ez gondolom az internet, ez itt a YouTube, azt értem, ezt hogyan kell nézni? Ez olyan, mintha egy térkép lenne, de milyen Görögország vagy... Írd már be kommentbe, légy szíves, hogy pontosan mi ez itt alul, de akármi is, ez nagyon-nagyon fasza. Köszönöm! Ezt ki is helyezem valahova, és most jöjjön egy kis kunda!
Noémi írja, hogy köszöni a sok fantasztikus videót, és hogy leírnám-e, hogy mi alapján készülnek a videók, hogyan kerülnek be a vágóképek, miért pont azokat a dalokat választom. Szóval, hogy én sokkal inkább ösztönös tartalomkészítő vagyok, mint módszeres, nem tudom, milyen a jó kifejezés. Szóval általában az alapján készül egy vágókép, hogy mi az, ami nekem megtetszik. Az alapján kerül be egy zene, hogy mi az, ami szerintem odavaló, és nyilvánvalóan felkészülök, de inkább a háttérből, és maga a tartalom készítése az már, ahogy mondtam is, nálam tökre ösztönös. Trunger Rita kérdezi, az eddig bemutatott országok közül szerintem melyik volt a legélhetőbb, hol lehet szépen nyugalomban, biztonságban, én gondolom Svájcban, szóval az biztos, hogy ott nagyon nyugiban lehet élni, meg Ausztriában is. Spanyolország még szintén ez a kategória szerintem, hát egy elsőre kb. Ezek jutnak az eszembe, de nyilván van még egy csomó. Tónai Krisztián kérdezi, hogy ennyi utazás és munka mellett hogyan tudok időt szakítani a családra. Hát úgy, hogy amikor dolgozom és utazom, akkor nyilvánvalóan nem vagyok velük, viszont a hétvégék azok mindig szentek. Én általában nem megyek el délután este barátokkal sörözni, arra ott van az a kávé egy hónap, amit Robival külföldön töltünk, hanem minden alkalommal megyek haza a családhoz és velük vagyok, meg nyáron azért elég sok időt töltünk együtt. Révész Adrián kérdezi, hogy melyik volt az a helyszín, ami eddig a legjobban tetszett nekem, és amit a leginkább ajánlnék nyaralás a családdal együtt is akár. Hát nagyon sok ilyen van, szóval nyilvánvalóan nem véletlenül járunk annyit Olaszországban, Nápolyt például most imádtam, bár azért nem biztos, hogy családdal, inkább ilyen felnőtt pároknak ajánlott, de Észak-Olaszország az nyilván más szituáció, akkor Sevillát nagyon szeretem, bár az pont elviselhetetlen nyáron, meg nyilván ott van Gran Canaria, ahol többször is forgattam már, és amiben az a jó, hogy amikor itthon mínusz 5 fok van, ott 22 fok van, amikor meg itthon 34 fok van, akkor ott 26-28 fok van. Szóval, hogy az például egy ilyen elég jó kompromisszum. Angyal Dominika kérdezi, hogy van-e bakancsistás hely, ahol még nem jutottunk el? Hát Usánkának a déli partvidéke az mindenképpen érdekes lehet, Ausztrália is ide tartozik, és Japán. Tibor kérdezi, az eddigi tevékenységem során melyik volt az a videó, ami a legjobban tetszik így visszanézve? Ez baromi nehéz azért eldönteni. De hogyha ki kéne emelni egy-egy videót, akkor az ITER az mindenképpen ide tartozik, ami egy ilyen nagyon mély tudományos anyag, mégis több százres nézettsége van, és a CERN is oda tartozik, ami szintén ez a kategória, akkor utazós videók közül Usánkából nyilván van néhány rész, meg Európából is például, jó, az nem Usánka, de amikor... Szóval az a rész, amikor egy komplett Indiana Jones epizódot felvettünk, méghozzá egy csomó helyszínen is, ezek között volt Velence is, az mindenféleképpen azt gondolom, hogy a nagy kedvenceim közé tartozik. Meg a mostani Nápoly, meg amiket Gran Canarián forgattunk akkor, amikor Covid lezárások voltak, és felmentünk egy halászhajóra, és tonhalakat próbáltunk kifogni, meg megnéztük például Balázst, akiről az előbb meséltem, szóval hogy azok is, jó, nem tudom, én szeretem őket, bocsánat. Van nagyon sok utazással kapcsolatos kérdés, csak azokra válaszolok, amikkel kapcsolatban van konkrét válaszom, és Gergő kérdezi, hogy Hollandiába vagy Belgiumba tervezünk-e menni. Hát igen. Éva kérdezi, hogy merre megyünk idén Annával apa lánya nyaralásra. Valószínűleg Párizsba, mert hogy egyszer csak begyögte, hogy meg akar nézni a Louvre-t, és kíváncsi az ottani képekre, én meg... Hát akkor megmutatom neki. Szóval, hogy nagyjából ez a terv. Balog Attila kérdezi, a fenntarthatóság kapcsán hogyan csinálom, mikor veszek új dolgokat és mi alapján. Hát szóval ez például egy iPhone 12 Pro, olyan gyakran nem. Akkor veszek újat, amikor láthatóan a régi már elfáradt, és alkalmatlan arra a munkára, amit folytatok. De a kameráim nagy része, mert hogy egy kamerában nyilván ezt a munkát nem lehet csinálni, azok 4-5 évesek. A laptopom az 4 éves talán, szóval, hogy ja, nem túl gyakran, csak amikor már nagyon muszáj. Nagy Emese kérdezi, hogy én mennyire foglalkoztam a gyerekekkel, amikor kicsik voltak, és amikor még nem volt vlog, hogy a fürdetésben részt vettem-e, meg a pelenka cserében, persze ezekben mindben részt vettem. Amikor otthon voltam, akkor részt vettem, de erre nem görcsöltünk rá, hogy apának mindig otthon kell lennie, amikor fürdik a gyerek. Amikor otthon voltam és fürdött, akkor ott voltam, amikor nem, akkor nem. Takási kérdezi, hogy a láb problémám megjavult-e, mivel azt se tudom most így hirtelnyében, hogy miről van szó, valószínűleg megjavult. Talán az, hogy fájt a térdem futás közben? Már nem fáj. Lutta a betét. Voltál, feleségem kérdezi, hogy Dóra mikor fog videót csinálni és férfi sejeket bevágni. Hát nem tudom, hogy mikor, nem nagyon hajlik arra, hogy videókat csináljon, de ha csinál, akkor biztos bevágna nektek. Király Gusztáv kérdezi, hogy nekem, mint nagy villanyautó fannak, mi a véleményem a kialakult autó akkumulátor gyári vitákban? Hát az, hogy az elektromos autózás az nyilvánvalóan a bolygó szempontjából fenntarthatóbb, mint a benzines, viszont ahhoz olyan akkumulátorgyárakat kell csinálni, meg építeni, amik betartják a szabályokat, és kellően szigorú szabályokat kell hozni. Ez mindig az adott országnak a feladata. Norvi kérdezi, hogy mit gondolok arról, hogy a TikTok teret hódít, és hogy a YouTube csak a boomerek platformjaként marad-e meg. Lehetséges, de azért, szóval a TikToknak a 15 másodperces videói,
azok nem feltétlenül közvetlen konkurensei a 15-20-30 perces YouTube videóknak. A nagyon rövid YouTube videóknak lehet, de szóval, hogy abban meg a YouTube is elkezdett erősíteni, ami azt jelenti, hogy szóval összességben fogalmam sincs. Zsolt kérdezi, a híd elvállalása a produkció miatt volt-e, vagy az HBO miatt? Ez a kettő miatt, szóval az HBO az baromi menő tartalmakat állít elő, amióta az eszemet tudom, és maga a produkció is olyan volt már az első pillanattól kezdve, hogy látszott, hogy ez nem egy ilyen agyatlan show műsor lesz, úgyhogy amikor ez világossá vált számomra, mert eleinte elmondtam, hogy engem ez baromira nem érdekel, aztán elkezdték elmondani a részleteket, és amikor minden részletet megismertem, akkor mondtam azt, hogy tudjátok mit, ez tényleg király. Lator Erénkő kérdezi, hogy ha tanulásra adnám a fejem, akkor mi lenne az, amiben szívesen belemélyednék. Az a helyzet, hogy nagyon sok ilyen volt, és egy ideig vertem is a fejemet a falba, hogy a munka, meg a gyerekek, meg egyebek miatt egy csomó mindent nem tanultam meg, amit szerettem volna. Aztán szépen lassan elengedtem, mert rájöttem, hogy igazából közben csinálok egy csomó olyan dolgot, amire nem is gondoltam, hogy lehetőségem lesz, és emiatt már nem kell idegeskedni. Lovagolni szívesen megtanulnék. El is kezdtem, de szóval abban majd lehet, hogy jobban belemélyedek. Kósa Kinga, ki vagy, kik kezelik a közösségi médián keresztül érkező üzeneteidet? Ha eljut-e hozzád mind, vagy van, aki megszűri őket, az a baj, hogy én kezelem őket, és ezért aztán nem jut el hozzám mind. De nagyon szeretnék mindegyikre válaszolni, de írtozatosan nehéz, mert nagyon sok kérdés jön, és pont azért van ez a Kunda platform, hogy itt azért amikre tudok, igyekszem válaszolni, de nem tartok fenn stábot semmire, se a forgatásra, se a vágásra, se a szerkesztésre, se a közösségi médiára. Hajas Sándor írja, hogy reméli, hogy nem unom még, hogy kis márkkal folyamatosan mém cunamit zúdítanak ránk. Nem, szóval nagyon vicces képeket küldenek Facebookon, meg kommentelnek be Facebookon, velem kapcsolatban is, meg Dórának a Tia-Tia sájával kapcsolatban jöttek rendkívül vicces és nagyon-nagyon szórakoztató mémek. Na és még egy Tia-Tiás kérdés, Móra Tamás. Szia Csaba, engem az érdekelne, hogy hogyan született a Tia-Tia márkanév, jelent-e valamit, van-e valamilyen történet mögötte? Hát ezt nem nekem kéne elmondani. De mivel most éppen Tia-Tia ügyben intézkedik Dóra, csípjük el és kérdezzük meg, hát ha válaszol. Na gyertek! Csak előtte még jön egy néző! Igen, általában folyamatosan rohangálok mindenfelé, és éppen ezért az ilyen személyes találkozókra nincsen lehetőség, de most... Hello! Hello! Még nincs itt? Szóval, hogy kaptam egy megkeresést Stefániától, hogy a férjével most van a nászutjuk, ráadásul a férjének születésnapja is van, és nem lehetne találkozni 5 percet, és mivel tudtam, hogy úgyis van 5 percünk most meglepetés találkozó van, de lebuktunk, tehát, hogy... Nem tudom, hát én most bejöttem, én most láttam egy párt jönni. Jó, hát azért vannak párok, tehát nem minden pár akar és ide jönni. És csöngetnek, vagy mi a terv? Nem tudom, kinézek. Mármint, hogy az a baj, hogy a címet adtam meg, de ez a cím nem az a cím, amit megadtam. Nézd. Tehát, hogy nagyon varázsatosan csináltam, hogy ne lehessen megtalálni. Hello! Sziasztok! Hello. Gyertek! Sziasztok. Magyarorsi Csaba, Krisztián. Hello! Szia, gratulálok a nászuthoz, meg ha jól hallom, szülinap is van? Hát vasárnap. Akkor Isten értesen, vasárnap. Köszönöm szépen. Gyertek. És akkor ez honnan jött, hogy itt a nászutatokat elszúrjátok azzal, hogy velem találkoztok? Amúgy fogalmam sincs, Csaba. Watch me bring the energy, building intensity. I feel surging with adrenaline when enemies are testing me. Akkor ezek szerint nézitek az adásokat. Igen, igen. Köszi szépen. Én vele, igen. Rákényszerítem, hogy nézzen. Igen, tényleg? Nem, így titokban amúgy várom, hogy nézzen. Igen, ez itt a stúdió. Onnan szoktátok látni, ahol Dóra áll, abból a szögből. Igen. Alapvetően ez most a másik szög, a titkos szög. Így videón ilyen kisebbnek tűnt. Igen? Aha. Rám szokták még ezt mondani. Hát még egyszer, sziasztok! Nagyon szépen. Köszönjük. Sziasztok. Minden köszönjük a konyakot. Sziasztok, minden jót! Sziasztok! I am the master of thrones, I hear the beating drum, I summon armies calmly, it's on, it's running, we're coming strong.